Ott is van. Loading! Ő. Illetve megijedtem, hogy mondom lefagyott, mert nem mozgott az egér. Ott is van. 58 nap. Oké. Okay. És ott van, hogy 37-es a temető, és 21-es a templom. Jó van, Martin. Jó, jó. Jó játékot. Jó munkát. Sweet Home. Na, először is mi van nálam? Story. Izé, tűzifa. Rakjunk ki ide a tűzifát. Aha, nálam van ilyen kötél. Oké, okay, elkészült a fém is. Este van. Oké, okay, a sztorit azt nem ide rakjuk, a kötelet azt kirakhatjuk ide. Jó. Milyen nap van? Kék nap van, tehát a holnapi nap lesz a lila, holnap jön a bishop. És akkor most nekem pedig azt kellene megnézni, egyrészt, hogy tudok-e ültetni. Tudok. Hát ennyi. Tehát ezt az egyet tudtam elültetni. Nincsen megfelelő mennyiségű. Olyan sincsen. Jó. Semmi gond. Ugye horgásztunk elég sokat. Ami nagyon menő volt. Itt azt hiszem nem oldottam föl még semmit, mert nincsen ilyen bushberry, meg apple tree saplingem. És ugye fölfele lehet menni. Jó, oké. Okay. A házam fölött van a spot a méheknek. De azt meg kell keresni, hogy hol. Mert nem csak úgy szimplán fölsétálva, hanem szerintem innen oldalról menvén. És talán itt jobbra. Aha, várjál, itt van méz. És már több mézet is kapok. Aha, itt van. Na, ide kell jönni, és első körben megjavítani ezt. Ehhez kell wooden plank, simple iron part. Ó, várjatok, hát ehhez kell 2 darab clean paper. Well. Szerintem tiszta papírom még nincs. És hogyha tippelnem kell, akkor azt a templomba készítem. Valamelyik nem megilleszetted ezt a gémet te is? Hát hajrá, hajrá. Jó, akkor viszont szerintem el kellene menni a templomhoz, és rájönni arra, hogy miből csinálunk clean papert. Ha jól emlékszem, akkor emberi bőrből és denevér szárnyból is lehet valamilyen szintű papírt csinálni, és azt tovább alakítani clean paperré. De ezt majd most mindjárt leellenőrzöm, mert a templom aljában lévő crafting asztalkánál van. Na nézzük, tehát itt van a handcraft, itt biztos, hogy nem. Ó, bár valamit tudok csinálni. Olajat. Life Solution. Oké. Ezt nem tudom, hogy ennek van-e értelme, amit most csinálok, mert nem kapok érte semmilyen pontot, de ez Order Solution. Na most ezek mire jó? Mert ezt még szerintem sose néztem. Effect on you. Jó! Hogy ez még egyelőre azt mondja, hogy hát nem mutatja, hogy mire jó.
megmutatja, hogy mire jó, de cserébe már mindegy, csinálunk belőle egy párat. Bőrből papírt? Hát igen, tyap-tyap. Na jó, de ezen most ne lepődjünk már meg, hát ebbe csomó fura dolog van ebbe a játékban. Figyeljétek, én kirakom ide a sztorit is egyrészt, meg akkor kirakom ezeket a solution-öket. Ezek valahova úgyis ide fognak kelleni szerintem. Na nézzük, a másik asztalkánál, igen, itt van, hogy pigskin paper. Tehát kellene nekem 5 darab denevér szárny. Szerintem annyim van. 5 darab denevér szárny kell, vagy emberi bőr, de ugye emberi bőröm nincs. De várjál, clean papert én már csináltam. Ó, de tudom, mi volt a baj. Clean papert már csináltam, viszont be is zúztam extra kék pontért. Igen, emlékszem. Extra kék pontért bezúztuk. Bezúztuk azokat a dolgokat. És ezt az order solution-t, ezt kitanulmányoztam. Jó, a denevérek összeszedése annyira nem probléma, mert denevért, ha jól emlékszem, éjjelente lehet találni. Az épület a saját házam mögött. Úgyhogy, ha minden igaz, ha hazamegyek, bocsánat, valami nem stimmel. Az egérnél, mert hiába nyomom a hármas, nem működik. Mi ez egy kód? Miért kodoson van ennek? Nincsen sajátja? Nincs. Akkor ezt átállítjuk alapértelmezetre. Most már jó lesz. Igen, most már tudok enni. Na, ha itt följövök, este van, akkor ha minden igaz, akkor itt ott is van. Harciasak ezek, bakker? De azonnal kaptam 4-et. Remélhetőleg még van. Ennyi? Nem már. Jó. Bízunk benne. A sólyommal leszállhat, vagy repüljön tovább? Lehet, hogy elfelejtettem megkérdezni. Ja, itthon vagyunk így utána, stream után, tehát leszállhat. Ha gondolod, akkor átjöttök, és akkor még elmegyünk egyet fagyizni is. Ha benne vagytok. Mert terveztünk sétát Zsanival stream után. Ott van másik 4, úgyhogy jöhet 1. 5-ből csinálunk per izét, pig cuccot, úgyhogy jó lesz. Oké. Jó, ezeket kipakolom, szerintem a virágot is. Megtelt a láda, ez a nagyobbik problémám. Jó, de mondjuk ez a wooden stickből kijöhet 5, mert az csak helyet foglal. A fém az nem baj, hogy van olyan sok, mert azt úgyis folyamatosan használom el. És ugye itt van a blood. Most a bloodot, meg a bone-t, meg a csont... Ó, na várjál. Megvan, mit akartam csinálni. Megvan. Az emberi maradványokat... Most lesz lila nap, úgyhogy figyelni kell. Az emberi maradványokat akartam elvinni magammal a templomba. Yes. Igen, ezzel kapcsolatban is szóltatok már, hogy jó lenne, hogyha elindítanám a kenyér, 34 kenyér kisütését. Jó, mehetünk a templomba.
És tudunk csinálni papírt. Martin elaludt? Nem, most ment videót vágni. No. Tibor, szerintem most nem te emlékszel jól? Más volt az átváltó szám. Tehát, 5 darabból, nézzet csak, csinálok 2 pigskin papert, és 1 pigskin paperből 4 darab paper készül. Te kis hamis, látod, hogy én emlékeztem jól? Nyolc darab papírom lesz ebből. Nagyon jó. Tehát, ha megvan a 8 darab papír, akkor utána még ide jövök. Felfedezzük az emberi belsőségekben rejlő csodát, majd ezzel ne, ez sem. Hát akkor nem. Jó van, de velem nem kell veszekedni. Azt mondja, hogy itt mit tudok csinálni? Itt még semmit. Jó, semmi gond. Viszont jöhet a prédikáció. Elkészültetek? Ú, várjál, előtte upgrade-eljünk. Mert itt a bicsop. Figyeld, ott van. My graveyard is looking good. Azt mondja, hogy a graveyardom a high standardeknek megfelel. Yes. Task complete. Kaptam érte egy sztorit. I'm no longer even disgusted to be here. Anyádat azt. Now just maintain it at this level to upgrade the church. Így van, azt szeretném upgrade-elni. I forget to mention that you will need to get a building permit to perform any construction upon the royal lands. Jó. And as far as the permit is concerned, I'm afraid you are on your own. I try to avoid their soul... Ja, Istenem. Jó. Tehát I'm ready to upgrade the church. Tehát kell nekem egy... hát egy olyan upgrade lehetőséget venni. A francba. Hogy rohadna meg a bishop. De az hol van? Várjál, azt lehet, hogy itt tudom szerezni. Royal Stamp is 50 silver, és itt van a Building Permission, ami 20 silver. 20 silver? Egy silverem van, barátom. Sürgősen pénzt kellene. Egyelőre azzal még nem is foglalkoztam. Opa. Hogy hogyan lehetne pénzt csinálni. Ám... Úristen, mennyien jönnek! Azt nézzétek, mennyi szubom van! És mind itt vannak, és eszik a szavaimat. Na? Hajj, annál többet is adhatnátok. 4! Igen, most megidézem a napot a fejem fölött. Okay, nice. Kaptam egy 5-et, egy 6-at. És jöhetnek a donációk. Na, peregjenek a donációk. 5, 6, itt a pénz. Végre nem 1-et és 2-t donételnek. Fuck yeah. Azt figyeld. Egy egész szilvert kerestem ezzel a prédikációval. Fuck yeah. Jó, kirakhatjuk a face-t, kirakhatjuk ezt, meg kirakjuk a sztorit. Jó. Ugyanitt, ugyanekkor, azon kívül, hogy vese eladó, igen, emberi zsiradékot, kötelet és mézet, ezért akarjuk a méheket összehozni, hogy gyertyát tudja kraftolni. Jó, rá kellene jönni, hogy mi bűt csinálunk sok pénzt. Mert ugye eddig csak azzal foglalkoztam, hogy a saját dolgaimat próbáltam egyengetni, és létrehozni valami olyan
gazdaságot, ami működik. Na most, ugye több hullám akkor lesz, hogyha a csacsit megrépázom. Viszont ahhoz, hogy legyen répám, ahhoz kellene répamag. Na de, ott tartottunk, hogy megvan a papírom, és kell még simple part. Én nem tudom, mennyi kell, úgyhogy csinálok ebből, vagy kraftolok ebből kettőt, tehát hogy lesz nálam 10, az biztos, hogy elég. És wooden plank, az volt a másik, amihez meg mondjuk kraftoljunk le fitchet. Eladom a testem, abból lesz pénzem, gondolod? Szóval wooden plankből szerintem kellett egy, mindegy, csináljunk egy 10-et. És abból biztos, hogy meg fogom tudni építeni a, vagy hát, bocsánat, riperelni tudom azt a részt, ami fönt van a méheknél, ám van egy olyan sanda gyanom, hogy utána még a házikóikat a méheknek lehet, hogy nekem kell megépíteni, tehát hogy még le kell majd jönnöm ide valamilyen alapanyagért. Ha nem csala. Nem csala megérzésem. Biztos vagyok benne, Connor. Na nézzük. Az biztos, hogy ezt most tudjuk riperálni. Hallod? Ez most komoly. Jó. Na itt van a building. Beehive. Aha, ahhoz kell méh, szög és flint. Flitch. Hát nem vagyok benne biztos, hogy van méhem. És egészen biztos, mert férfi vagyok, de hogy alapvetően szerintem nem gyűjtöttem még be méhet. Nem. Mert csak moth, butterfly, és ugye esti... Hát, ja. Oké. A technológiák között mint farming és nature, itt van, hogy gathering bees. Hát valahonnan tudok szerezni méhet, csak még nem tudom, hogy honnan. Oké. Mire tudom elkölteni a pontomat? Van 5 darab pontom. Itt ezek ilyen 20-asok, a bookwritingnál meg 25 van, meg 10. Farmingnál el tudom költeni itt a digestionre. A smithingnél szerintem nem, mert ott már nagyobbak kellenek, ott ilyen 10-esek. A buildingnél a kerámia firing. Ó, aha. Dobjuk ide. Van-e már méh képesség? Valamim van. Axeman Black... Beekeeper. You have been bitten so many times that bees can't even damage you anymore. So you have enough time to collect more honey from a beehive. Tehát ilyen képességem van, amennyiben erre gondoltál. Jó sinem vagyok, igen. Most azon gondolkodom, hogy 10 darab méhet kell szereznem. El lehetne menni a méhész csávóhoz. Lehet, hogy tőle lehet venni méhet. Viszont... Oké, azt már látjuk. Akkor menjünk föl a másik spotra, ami már a tervem, ami pedig ugye a... Várjál, itt leharcoljuk a izéket, hogyha vannak.
Hát a fighting rendszert az egyébként szerintem borzalmas ebbe a játékba. Szóval a borászathoz elmegyünk, hogy azt is megnézem, hogy ott hogyan tudok, és mit tudok csinálni. Hát akkor a méheknél meg vagyunk, a vineyard az pedig jobbra van tőlem, tehát hogyha itt átmegyek, és akkor lefele kell mennem. Ez az. Gondolom én. Én belerakom ezt, de ez szerint ebből nem lesz még bor. De ezzel csak komposzt? Ebbe segítsetek már, srácok, ez mi a tököm ez a jelölés? Mert ilyet már máshova is tettem, de ezzel nem vagyok nagyon előrébb. Hát ezt én így bőszen beleteszem, de hogy ez nem segít. Az csak trágya. Aha, tehát hogy ezzel oké, előtrágyázom, de hogy mi történik azon kívül? Szerintem semmi. Mert ez itt a vineyard, viszont akkor nincsen, valószínűleg nincsen szőlőmagom. Jó, gondolom szőlőmagot is kellene venni ahhoz, hogy beindít. Tehát akkor itt nem kell megjavítanom semmit, csak szőlőmagot kell szerezni. De az érdekes, hogy nem kell merrél raknom karót. Mert hogy látjátok ezt, de hogy ezt megtrágyáztam már. De mégse történik ott semmi. Rádobod a növényt második lépésbe, de hogy? Nem ültettem rá semmit. De nem is tudok, tehát hogy... Na mindegy, erre majd még visszatérünk valamikor. Jó, egyelőre akkor próbáljuk meg azt, hogy szerezzünk méheket valahogy. Most nincsen semmilyen magom, igen. Kellene szereznünk méheket. Most van egy méhész csávó valahol itt a városba. Mert ha a városban van, akkor használhatjuk a féregjáratot. És így gyorsabban eljutunk a citybe. Valahol emlékszem, hogy áll egy méhész. Az ikonját nem ismerem, de a hangját igen, amikor embert öl. Itt van. Van méhed? Van méhe. Aha. Na figyelj, ha 10 méhet tudnék venni, de nem tudok, mert rohadtul drágán adja, bazdmeg. 9 méhe. Hallott, tetya? Figyelj, egyezzünk meg. Adjad ide a 10-et, és baszódj meg. Szóval... Pont nem tudok 10-et venni. Oké, megpróbálunk valamit eladni valakinek, és minimál pénzt csinálni. Várj! Cutscene. Aha, te mit akarsz? Szia! Miss Charm! Mit akarok? Szöszi! Hello! I have no time for you, little man! Minek nevezett minket? Ez hol? Rálegyünk.
kis embernek hívod? Na hát nem látta még a kalapomat. Mit mondott Miss Charm? Azt, hogy sosem látott még akkor embert, mint én. De én nem vagyok egy senki. Én a Graveyard Keeper vagyok. Aha. Nincsen papírja és tintája ennek az írónak, úgyhogy gondolom neki meg papírt és tintát. Oh, you have unlocked the new technology. You noticed... Oh, ez az, a journalistot megkaptam. És neki kell hoznom papírt, és... Ah, oké. Okay. Az Old Astrolongerrel még nem találkoztunk, de a kék napokon ő ott van. Jó. És várjál, a Lighthouse pedig ismerem. Jó. Szóval... Figyelj ide, Bögyi! Adhatnék neki 5 fészt. Van otthon olyanom. Meg tudnám győzni arról, hogy én király vagyok. Várjál, kenyeret tudok eladni. Eladom minden kenyeremet, azzal szerzek ezüstöt, és most vissza tudok menni, és megvenni a méheket. Ez volt a terv. Réd? Adjál nekem 10 méhet. Ott is van. Oké, megvan a 10 méhecském. Tehát... Fantasztikusan meg tudjuk oldani azt, hogy legyen otthon saját méhem. Most végignézzük, hogy aha, még azért egy pár mézet tudok behúzni. Oké, ki emlékszik, hogy milyen materiálokat kell gyűjtenem a méhen kívül, ahhoz, hogy legyen beehive-om. Most már 11 van, azt nem mondd, bazd meg, hogy pont találtam egy méhet. Bazd meg. Jó. Oké. Okay. Tehát egyszerűbb megoldás is lett volna, de úgy érzem, hogy a 10 méhet azt elég lassan szedtem volna össze. Szia, Shifty! Hello, hello! Mi kellett még a méhészkedéshez? Mert akkor a méz nálam van, vagy a méh nálam van, azt hiszem flitch kellett még, az majdnem biztos. Az majdnem biztos, hogy flitchre még szükségem van. Flitchre szükségem, de azon kívül mi kellett? Ó, igen, nails! Igazad van, igazad van. A 6 darabot írsz. Oké, akkor legyen 6. Jó. Akkor a wooden planket kirakom, a mézet kirakom, egy darab méhet kirakok. Várjál, a honey az bentre kell, és akkor azt mondtad, hogy 4 flitch, akkor 22-t ki lehet tenni. Kirakjuk a batwinget is. Többi ez maradhat. Igazából a simple part se kell. De azt meg nem tudom kirakni. Jó, a metal scrapre biztos, hogy nem lesz szükségem majd. Csak azt meg kell várni, amíg elhasználhatom. Jó! Na, srácok! Jöhet az első saját méhkaptár.
Hát itt nem lehet állítani kinézetet. Oké, szerintem a harcrendszer az katasztrófa ebben a játékban. Nézd meg, ebből is jött egy méhecske. Na! Ez most komoly. Miért adsz ekkora lehetőséget, hogy... Na mindegy. Jöjjön oda az első. Ott is van. Ott is van. Most már vannak saját méheim. A cél az akkor legyen az, hogy építsük meg a maximálisan lerakható méhkaptárak számát. Hát húzzuk be teljesen. Csak az a baj, hogy ahhoz ahhoz ugye az kell, hogy tudjak... ugye olyan fákat keresni, amiről mézet gyűjtök be. Ha jól gondolom, ezek naponta harvestelhetők, és szerencsén múlik az, és csak a szerencsén múlik, hogy a mézszedés mellé jön-e méhecske. Most jött. Ha itt van nálam kettő, akkor már van három, mert otthon kiraktunk egyet. Meg kellene jegyezni, hogy hol vannak méhkaptárak, és azokra folyamatosan vissza-vissza járni. Minden nap. Ugye ez a Refugee Camp, ez egy másik DLC-s rész, és itt vannak méhek, nézzétek csak. Ebből most nem jött. Egy van a méhésznél is, így van. Ebből is csak méz jött most. Itt van egy új fishing spot, amit eddig nem fedeztünk föl. Várja, most hol járok? Itt járok. Forest near the river. Aha. Oké. Okay. Ja, eddig tartott. Jó. Ott gomba van bent. Ó, oh, itt van még méz. Nagyon jó. Mi a szar ez a crafting asztal még itt is? Oké. Okay. Rendben, tehát itt még valami szállodát is nyithatok. Itt egy refugee camp, nagyon jó. Ott van, hogy refugee happiness 2,29 per 3. Itt van egy nagy storehouse. Oké. Okay. Hagyjál békén. Jaj, ne, mi a szart csinálsz? Ó, oh, Istenem, nem kellett volna elkezdeni ezt. Build a well. És akkor ez ide bejött? A Waterwell, New Refugee, Residential Tent. De várjál, 2/3. Az előtte... Jó, akkor ezt most egyelőre hagyhatjuk, jó. Igen, ez DLC, ez DLC. Jó, őket még hagyhatjuk egyelőre. Jó, ha... Mi lenne szerintetek megfelelő kiegészítő a méhészkedés mellé?
Mert az egy dolog, hogy megpróbálunk szerezni ugye sok méhet. Mert azért elég sok méhet kell szerezni ahhoz, hogy az összeset megépítsem, mert ugye tízesével, tehát 10 méhenként tudunk építeni egy beehive-ot. A borászat, igen, a borászat az abszolút igazad van, hogy menő lenne, ám azzal egy problémám van, hogy nem tudom, hogy hol szerzek hozzá szőlőmagot. Szőlőmag az mindenféleképpen kell, azt tudni. Valahol vennem kell szerintem. Nem, most még nem mondjátok meg, most gondolkodom, hogy... arra rájövök-e majd, vagy valami más kell. Igen, mert 3 méhem van. Papírt tudok csinálni a Batwingből. És most már lehet, hogy van elég bivaxom, mondjuk 2 az nem túl sok, de van bivaxom arra, hogy kraftoljak belőle gyertyát. Mert azt hiszem, az kellett már csak hozzá. Azt hiszem, csak az volt. Várjatok, mi van itt? Oké, ez most nem érdekel minket. A halakat ugye nem fogtam. Ha, és akkor ugye mézből és ilyen jellyből tudjuk csinálni a green jellyt. Nézzük, hogy milyen questek vannak. Known NPC. Szóval... Oké, a vámpír! A vámpíros küldetés már van egy ideje nekünk. Ha kék napunk van, akkor tudunk beszélni az Astrolongerrel a vámpírokról. Flyert még nem tudok csinálni, tehát az Inquisitor az marad. Trade License még olyanom sincs. A Miss Charmhoz a női napokon, a pirosbetűs női napokon elmehetünk, és bebizonyíthatjuk neki, hogy nem vagyunk olyan picik. Az oké, az easy. Tehát piros napon azt el tudjuk intézni. Ink and paper, az még egyelőre várat magára. Build a well és build a tent, az is várat magára. Még nem találtuk meg a vámpírt. És ki kellene kérdezni a farmernek a fiát a vámpírokról? Most nagyon sokáig nem lesz piros betűs nap, mert az pont tegnap volt. Igazságot Snake-nek. Igen, a Snake-é nem jelent meg. Várjál, ráadásul szerintem azzal tudnánk haladni, mert ha minden igaz, akkor már tudok kraftolni. Nem tudok kraftolni olyat. Kellene az a rönkfa. De olyan rönkfát még nem tudok csinálni. Jó, a csacsinak ugye kellene adni répát, hogy hozzon hullát, de azt még nem. Ugye itt van a krematórium, ahol maxon vagyunk.
Oké, most éjszaka van. Ugye reggel lehet beszélni az emberekkel. Meg kellene keresni a farmer fiát. A farmer az szerintem lent volt. Tehát, hogyha besétálok az erdőbe, a városba, és lemegyek, akkor szerintem ott volt lent a farmernek a háza. És ott kellene beszélni a fiával. Ah, ha minden igaz, itt lent. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Nézd meg, azt nem lehet... Nem lehet leszedni azokat a méheket. Talán itt van. Talán itt van a farmer fia. Igen, mert ő a farmer. Az almáit nem tudtam megszerezni, de ezeket le tudtam szedni. Igen, szerintem meg kell várni, amíg reggel lesz. Úgyhogy várjuk meg, amíg reggel lesz, és akkor itt beszélhetünk vele. Kikérdezzük a fiát a vámpírokról, és utána két nap múlva lesz kék nap, a hold ünnepe, amikor az asztrológussal tudunk beszélni. Szia Kusuki, hello, hello! Hát addig meg marad az, hogy imádkozunk és megpróbálunk méheket gyűjteni így random, mert most nem fogok tudni venni méheket a csávótól, mert ahhoz megint csomó pénzt kellene csinálni. És arra meg még nem jöttem rá, hogy mi lenne jó pénzkereseti forrás. Ugye egyelőre csak magamnak termelek mindig mindenből annyit, ami a különböző craftokhoz kell. Tehát, hogy úgy nem lépek előre, hogy nagyon sok pénzem legyen. Tehát most egyelőre még csak az építési, meg építkezési fázisban vagyunk. Igen, a kenyér az elég szép pénzt hozott, csak ugye az is véges, hiszen ahhoz, hogy legyen kenyerem, ahhoz kell búzamagot vennem, azt elültetni, és ugye a magokhoz is pénz kell. Nem olyan egyszerű ez a dolog. Ne aggódjatok, egyszer megtaláljuk, hogy mi a legjobb forrása a pénznek, és gazdagok leszünk. Itt gondolom nem működik az, hogy eladom és visszavásárolom tőle, mint a No Man's Sky-ba, hogy ebből csináltunk pénzt. Összeomlasztjuk a gazdaságot. Nézzétek, itt van a rohadt hal. Itt volt az a hal, amit egy streammel ezelőtt fogtam ki. És azóta ott várt minket. Figyeljétek, a nagy igazság ebben a játékban is él. Pénzből tudsz pénzt csinálni. Ennyire egyszerű. Ha van pénzem, abból tudok pénzt csinálni. Zöldbetűs napok vannak, ami nem tudom, hogy mi. Talán a zöld az még nekem egyelőre nem fontos, de remélhetőleg a farmer fia itt van. Ő lenne az? Igen, ő az. Na mondd a Vampire Story-t. Nem foglak kinevetni. Na hallgatjuk, ő fogja elmondani. Nem ők a vámpírok, mert valaki bejött az ablakukon. Ó, lehet, hogy mégis az apja. Oké. Okay.
22 éves amúgy. De 15-nek néztük. Oké. Okay. Na várjatok, akkor az viszont azt jelenti, hogy a farmernek az apja. A farmernek az apja lesz a ludas. Na várjatok. Nekem kell a kék nap az asztrológushoz. Horadiknak nála az a feladatom, hogy find the vampire. Probléma az, hogy itt nem jelenik meg mindegyik quest. De most a farmernek a fia azt mondta, hogy szerinte, tehát hogy ezek alapján én azt mondanám, hogy az apja az. Szia, Loli! Nézd meg, ezt sem tudom leszedni, pedig ott vannak a méhek. Csak nem csordogál ki belőle az isteni nedű. Most megpróbálok beszélni akkor Horadikkal. Mennyi pénzem van? Egy ezüstöm. Abban lehet, hogy kellene magokat venni. Ugye Horadiknál két questünk van. Az egyik az, hogy szerezzünk valami pöcsétet. A másik pedig az, hogy... De a Find the Vampire-nek a lehetőségét miért nem adja be? Hmm. Az nekem nem tetszik. Ez ugye ennek ink kell. Hogy a francba fogom megtalálni a vámpírt, hogyha ő nem el velem szóba? Oké, azt mondta, hogy az apja, my father and uncle were drinking. Tehát akkor lehet, hogy lenne más emberke is. Hmm. Gondolj. Ha nem ír minden questet, akkor viszonylag nehéz lesz megtalálni, hogy kivel kell beszélnem. Ez a kovács, de ennek a kovácsnak meg semmilyen nincsen jelenleg. Ja, hát ezt az alapszabályt lehet, hogy érdemes lenne átgondolni. Gondolom a farmertől tudnék magokat venni, itt a búzamezőt átszelve. Na nézzük, mi van nálad? Cabbage, carrot, wheat és beet. Wheat és beet. Biztos, hogy ezért kellene tőle venni wheatet, mert abból tudjuk a kenyeret csinálni. Viszont a carrot seed meg még fontosabb lenne a szamár miatt, hogy plusz hulla. És vagy kettő, vagy három van otthon. Haza ennyit, ez egy-egy, az a baj, hogy ez csak egy-egy ültetés, tehát hogy ezek még annyira kicsi pénzek. Kis pénz, kis farm.
Na nézzük, azt mondtátok, hogy második lépésben hozzá lehet. De nem lehet hozzáadni semmit. Tehát, hogy van nálam most mag, de mégsem engedi. Ezt ki kell tennem, mert egyébként nem enged, tehát nem húzza össze a magokat. Ha ilyen egy, meg kettő, meg három van belőle. Mindenképpen kell négy ugye az ültetéshez. Igen, gondolom, hogy másfajta növény kell, mert nyilván, mivel ami most nálam van, azt nem tudom hasznosítani. Hát kirakom ide a hempet. Majd rakjuk ide a növényeket, most azok nem kellenek nálam. Kicsit bosszantam úgy ez, hogy... Még nem jöttem rá, hogy miből kellene pénzt csinálni. Az biztos, hogy ilyen sima fát, meg ilyeneket... Hogy azokat az alapanyagokat, amiket szimplán csak begyűjtök, azokat... simán el lehetne adni a megfelelő emberkének. Ahhoz, hogy kék pöttyöt szerezzek, ahhoz igazság szerint ilyen dolgokat kell kraftolni. És utána azokat vissza lehet bontani. Ezt is vissza tudom, hogy ezt megcsinálom, és akkor utána vissza tudom bontani, azt hiszem, valahol. Hogy nem? De itt. Tehát ezt, igen. Akkor figyeljetek, akkor szerezzünk kék pontokat. Szerezzünk kék pontokat, és nézzük meg, hogy mit tudunk még unlockolni. Nem feltétlenül azzal akarok, de most azt látom a legegyszerűbbnek. Egy abszolút rossz conversion rate-tel dolgozunk, de fogom és visszaalakítom kővé, amit elcraftoltam. Jó. És van egy pár ilyen, azt egyébként elvihetjük a templonyba, csak aludjunk egyet. És most viszont kék napunk lesz, az asztrológussal lehetne beszélni. Hát de, a kutatást fogom megnézni, azért csináltam most kék pontot, hogy tudjak unlockolni dolgokat. Na nézzük! Tehát, az elejéről tudunk unlockolni olyat, hogy embalming liquids, míg az alchemy storage, az csak 10 piros pont. Tehát azt nem is tudom, hogy eddig miért nem nyitottam ki. Advanced alchemy, az alchemy workbench 2 és a distillation cube. Aztán a technológiák közül 30 pontért lehetne ugye a templomomat pimpelni, azzal, hogy tudnék gyóntató fülkét és wooden church shrine-t csinálni. Vagy tudnék extra prayereket. A ceremóniák extra pénzt adnak. Hát az heti egy alkalom, úgyhogy azzal annyira nem érezném magam előrébb. Viszont ki tudnék rakni ilyet? Wooden Prayer Station, Loan, és az upgrade-elt sír cuccok. Oké. Okay. Azt mondja, Inventing Stories.
random text generátor. Vagy itt van az a book. Desk 2, meg bookshelf. A farmingba. A farmingba fertilizereket tudnék tanulni. Borkészítés. Wine press, winemaking barrel és red wine. De már itt van egyébként a wine trails, meg grapes és hops. Az már csak azt fejleszteni. Oké, nézzük ezt. A glass blower az jól hangzik, mert ugye akkor megtanulom az üvegfújó művészetet. Aha. Ez viszont kell. Ezzel gyorsabban smeltelek. Ez jó. Ezzel megtanulnék hammert csinálni, az egy plusz 10 pont, meg még plusz 10 ott. És itt meg lenne egy furnace 3. Aha. Nem, először legyen ez a glass blower, és az anvil 2. Meg a hammer. Jó. Most ezzel akkor megint szereztünk jó pár extra pontot. Na nézzük. A gombáimat elhasználom. És már van sok kenyerem. Oké. Kellenek a szektatagok. Igen, de az a problémám nekem azzal, hogy nagyon, nagyon a templomra koncentrálok. A templom az hetente egyszer ad bevételi... Az heti egyszer hoz pénzt. Oké, az Anvil 2-m az biztos, hogy van steel ingot. Aha, tehát ahhoz még előtte steel kellene nekem. Elméletileg csak azt tanultam meg. Iron. De csak iron tudok csinálni. Haló? Itt van. Upgrade to furnace 2. Oké. Ahhoz csak kell 2 darab pigskin paper. Hát az meg full easy. Hol vannak a batwingjeim? Na várjál, hát akkor tudunk upgrade-elni. Mert mondjuk pont a furnace-nél úgy gondolom, hogy érdemes lenne az, hogy több legyen. Mert azért a kiégetése ezeknek a fémeknek nem a legegyszerűbb. Nézzük csak, azt mondja, hogy itt ugyanúgy kellene csinálnom pig skin pápert. Nekem nem kell növelni az egómat, srácok. Én úgy gondolom, hogy se nem kell lejjebb törni, se nem kell növelni. Nem gondolnám, hogy el lenne szállva. Jó, a pigskin papert viszem magammal, viszont a bivaxot ide kirakom. Kirakom a vért, kirakom a csontot, meg a koponyát. Ez talán jobb itt. Oké. Okay. Menjünk tovább. És magamhoz vettem... Elméletileg magamhoz vettem a pigskin papert. Igen, tehát upgrade-elni tudom a furnace-t, ami gondolom azért lesz jó, mert lehet, hogy akkor fogok tudni steel-t csinálni. Tökéletes? Nem ezt mondtam. Nem tökéletes? Azt szokták mondani, hogy nem tökéletes, mert hiányzik belőle a hiba. Tudod? Na nézzétek csak! 50 energybe kerül ugyan, hogy ezt az halad, hogy szívja az energyt, azt figyeld. Azt a mindenit. Na jó, ez mondjuk egy hipermenő. Aha, és nézzétek, most már tudok csinálni steel-t.
Hát persze mondjuk ahhoz kell grafit, ami fogalmam nincs, hogy honnan jön. De tök jó. Jó, üveget tudok készíteni. Vízből és homokból. Majd utána flaskát tudok csinálni az üvegből. Ez jól hangzik, ha majd szükségem lesz rá. Jó. A kis botokat rakjuk bele, hogy ne foglaljon helyet. Oké, tehát ezt adta a furnace. Jó. Ez egy hanyas anvil. Aha, ahhoz, hogy az anvil 2 meglegyen, ahhoz kell nekem egy steelingot, ugye steelt még nem tudok csinálni. Jó. Kardom az van. Itt ugye a köveket dolgozom föl. Nem úgy volt, hogy múltkor megtaláltam azt, hogy hol lehet a követ farmolni? Valahonnan hoztam haza így ilyen tömbkövet. Ezeket le kell szednem mindig, mert akkor így viszont fixen lesz papírom. Nem messze volt éjszakra, én is úgy emlékszem, hogy volt valahol egy ilyen kiüthető cucca, honnan a köveket hoztam. És azon gondolkodom, hogy lehet, hogy abból a szempontból megérné ezt csinálni, hogy most hazahozni követ, mert hogyha most lesz kék nap. Szóval, ha hordanék haza követ, csinálnám belőle a sírokat, majd utána azokat visszaalakítom kővé, akkor abból tudnánk kitermelni kék pontot. Na most, hogyha van sok kék pontom, akkor ugye meg tudjuk pörgetni a progresszt abból a szempontból, hogy szerzünk blueprinteket. Na most, hogyha szerzek blueprinteket, akkor azzal ugye attól függően, hogy mennyire válnak elérhetővé a dolgok, bepörög a progressz. Ez nem tudom, hogy pozitív vagy negatív hatással lenne-e a játékomra, mert akkor megint az lenne, tudjátok, hogy nagyon-nagyon sok mindent nyitok fel, és még nem tudom őket használni. Jó, az asztrológus az a jobb szélén van a mapnak, tehát hogy oda el kell sétálnunk. Pozitív meg, hogy, mert hogy még több grind. Igen, de ugyanakkor meg, hogyha arról van szó, hogy kinyílnak ugye a blueprintek, több minden válik elérhetővé, tehát megint több felé fog ágazni a figyelmem, és nem fogok tudni koncentrálni azokra a dolgokra, amit szépen lépésről lépésre lehetne felépíteni. Legelső lehetne az, hogy megkeresem a grafitot. Igen, az abszolút rohadtul hasznos lenne, hogy megtaláljam a grafitot. És szerintem már láttam, mert valahol a map alsó részén volt, csak oda nem tudok még menni, én úgy vettem észre. Az volt a mondás, hogy az asztrológus az valahol itt van a Lighthouse-nál. De a Lighthouse-nál szerintem csak azt az embert, én legalábbis csak azt az embert ismerem, akitől a horgászbotomat kaptam. Na most ugye fölmenjek oda. Kék nap. Kék nap az asztrológus nap.
Méhészetől balra volt a kőfejtő? Valahol ott volt éjszakon egy picit, itt van, mégis itt van. Úgyhogy igen, tehát ott lesz valahol. Na, a vámpírokról fogjuk kérdezni az asztrológust. Ez jó, mert a vámpíros küldetésünk lép akkor előre. Szegény öreg bácsi. Van olyan hely, ahol hozzá tudok férni? Oké, oké. Nem mondod, hogy most raktam ki! Most raktam ki a... Most raktam ki a kurva koponyát! Oh, de utállak téged! Eddig nálam volt... Persze, hogy mindig az kell nekik, amit éppen kirakok otthon. Eddig ott figyelt az a rohadékos koponya. Na jó. Na jó. Jó, és ráadásul azt hiszem a templomba raktam ki. Az a baj, hogy hiába futizok, nem fogok visszaérni a mai nap. Közben chat, hova raktam a koponyát? Miért nem tépézek azzal a kövemmel? Melyik kőre gondolsz? A whetstone-nal? Azzal nem tudok tépézni. Nagyon egyszerűen azért. Templomba, jó? Tehát akkor oda még el is kell sétálnom pluszba. A kő az 2 szilver. Erre szokták azt mondani, hogy érdemes olyan dolgokat tanácsolni, amin van. És figyelni, hogy min van. Olyanom még nincs. De láttam, hogy ott van az a teleport stone, csak 2 szilver attól az árustól, és hát még amikor volt is annyi szilverem, akkor azt másra költöttük. Nektek nem fogok visszaérni, szerintem. Ó, Istenem. És megint egy hetet kell várni, amíg azzal az asztrológussal tudunk beszélni. Hülye koponya, hülye koponya! Mondjuk egy asztrológus sokáig van ébren, nem? Végülis este is nézheti a csillagokat, vagy nem? Jó, ez is igaz, holnap meg mi se van. Annak is örülünk. Nem látjátok, már mennek haza. Ó, Istenem. És pont ilyen triggerelősen éppen, hogy nem értem ám vissza. Meg vagy, bazd meg! Halló! Állj már meg! De beszélgetni akarok veled! Húva életbe! De ott van a tók! Este már nem beszélget senkivel. Picsába. Tehát akkor a vámpíros sztorira is most várnunk kell egy hetet. Mondjuk ezt lehet pörgetni, mert hogyha fogom, aztán lefekszek aludni időbe.
neki is face-t kell hozni, úgyhogy lehet, hogy... Ah, oké. Okay. Skacok, választhattok. Mit szeretnétek inkább? Inkább csajozzak, és adjam oda a face-t a leányzónak, vagy Snake-nek adjunk ötöt. Megnéznél egy speedrun táblázatot? Ebben biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Inkább Snake-nek adjuk, ne a csajnak. Jó. Most úgyis szerzünk még pluszt, tehát lehet, hogy mind a kettőt tudjuk. Mert 6 darabom van, és hogyha ma kapok még 4-et, akkor sima liba. Igen, 6 darabom van, és ma még fogok szerintem 4-et kapni. Úgyhogy ez működőképes. Jó, a Batwinget ide rakjuk ki, mert az úgyis itt kell. Na. Prédikálás. Múltkor is 4-et vagy 6-ot kaptam? És egy szilvert. Jó, a következő pénz... következő pénzt azt arra fogjuk költeni, hogy szerezzünk egy ilyen teleport stone-t. Ja. Nem kell választanunk. Úristen, egyre jobbak vagyunk. Titi! Hát, hogyha így ömlene minden egyes alkalommal a donation, szerintem a templomnak semmi problémája nem lenne. Nézd meg, egy szilver. Zsír. Oké. Holnap piros betűs nap van. Tehát a nőcivel is tudunk beszélni, ma pedig beszélünk Snake-kel. Növényeim elkészültek, é már nem. Már csak 50 mise is megvan a fejlesztés. Ó, ne is mondd. És nem tudok semmit se kiolvasztani. Ugye ez most egyelőre állít. Na de, gyere csak ide, Snake. Meggyőzlek én arról, hogy én nagyon jó fej vagyok. Ez itt annyira furcsa, hogy ez ilyen üre... Hol van Snake? Haló? Azt nem mondta, hogy ő is csak bizonyos napokon van valahol, mert megbolondulok. Ő meg zöld napon van. Kirakunk ötöt, hogy ez majd itt Snake-é lesz. Hoppá! Kő és fém. Micsoda? Ha követ és fémet viszek le... Aha, jó. Hát akkor hozzunk követ. És... Simpül párt. Jó, először hozzunk követ. Szóval... A brewing standeket tudok letenni. Az jól hangzik. Majd is most egyesével kell hazahordanom azt a követ onnan, ugye? Mondjuk innen tudok így kiszedegetni. Holnap lesz a csaj a bárba, piros napon.
Lányokkal csak a piros napokon tudunk beszélgetni. Közben nem feledkezünk el ugye a méheknek a szerzéséről. Nagyon fontos. Nem jött méh. Ott, onnan jön a kő. Jó. Azt mondtátok, hogy van egy hely, ahol elérhető nekem a grafit. Viszont én úgy gondolom, hogy körbejártam a mapot, és én nem láttam azt a részt. Úgyhogy azt adott esetben most el is árulhatnátok, hogy az hol van. Mert ezek szerint az elkerülte a figyelmemet. Igen, ugye innen szedem ki a nagykövet. A vízes és másik oldalán? Igen. Na! Toljad már rendesen! Jó. 26 kő, egy darab. Egy darab olyan brewing stand. És egy darab ilyenből 6-ot csinálok. Aha. Oké. Okay. Jó. Mondjuk próbáljuk meg azt, hogy ez így 48. Tehát, hogy legalább két brewing standet most építsünk meg lent. És még simple partot is kell majd magamhoz vennem, viszont a fémet kirakhatom magamtól. Jó, az biztos, hogy ki tudjuk tenni a mézet, az biztos, hogy kirakom ide a halat. Hát a bogyaszok maradhatnak nálam, meg a különböző kaják, amivel buffolom magam, kivéve az alma, az almát azt kirakjuk. Jó, tehát van, még egy kis követ kell szerezni, és majd utána itthon megnézzük, hogy mi az, ami még kell hozzá. Most fordultunk át a piros napba, viszont még van egy kis időm, ameddig föl is kelnek az emberek. És akkor ez így már 51. Akkor még szerezzünk egy követ. Innen már leszettem az összeset, mi? El van dugva? Jó-jó! Először még ezt elintézem, és akkor utána itt csak homok van. És akkor utána majd megcsináljuk azt is. Mit keresünk, chat? Most csak követ. Oké, ebből már csordogál ki a méz, akkor... Szerintetek ebből csak méz jön, vagy? Wow! Oké, hát így nem lesz probléma a méhek szerzésével, hát a méhek termelnek méheket. Fukje! Hát így ez maga a mámor. Ó, hát ez így full easy lesz. Hú, de király. Na, ennek nagyon örülök. Jó, hát jobb hiány, innen szedünk akkor megint kettőt és hazavisszük, és az pont annyi idő lesz, mire el tudok menni a csajhoz. Így viszont annyira nem stresszelek már azon, hogy a fákról szedjem le a mézet, sőt, egyáltalán nem fogjuk azt onnan leszedegetni, mert otthonról
otthonról is tudom, és még méheket is ad. Edesul, az kettő méhet adott. Jó, ezt most csak így bedobom, és elindulunk a csajhoz. Majd itthon feldolgozzuk ezt utána. A csajszi a városban van. Oda nyilván shortcut-tal megyünk. Kaptár is adott méhet. Igen, a kaptárnak a begyűjtésénél kaptam 4 mézet és 2 méhet. Az elég nagy lak. Igen? Jó, hát mindegy, hát adott, az a lényeg. Na, nálam van a fész, úgyhogy most meggyőzöm a csajt arról, hogy nagy vagyok. Itt van! Ott is van, mondom neki! Bocsánatot kell kérnie, mert nem vagyok kicsi. És hívhat minket Keepernek. Tom, boisson, boisson. És kacok, nem angolul van az a kifejezés, hogy Keepernek szokták mondani azt a párt, legyen az fiú vagy lány, akit érdemes megtartani, Tom, és nem kell dobni. Tom, boisson, boisson. Kaptam tőle hamis pénzt! Ó. Nagyon jó. Őnála is most azt a feladatot kaptam, hogy Snake-kel beszéljek. Hát ez így... Ez így pont jó. Ez így pont jól jött ki. Igen, már megvan. Már megvan az a technológia. Oké, piros napunk van. Mi hasznosat tudnék ma még csinálni? Szerintem még pont nincs annyi méhem, hogy kraftoljak egy újabb beehive-ot, de ha mázlim van, most van nálam 3, és talán 3 van már otthon is. Ha lenne annyi lakkom, hogy még, mondjuk még 4-et nem fogok tudni begyűjteni. Annyi lakkom nincs, tehát ha összegyűrjük az összes streamer lakkot, ami létezik, akkor sem fogok még 4-et szerezni. Grafittér elmehetünk. Azt mondtátok, hogy ez a bal oldalán van. Ugye azt nem találtam meg, hogy hol lehet szőlőmagot venni még, de majd meg lesz. Tudjátok, első és legfontosabb, arra szeretnék megoldást találni, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy folyamatos legyen a répázás. Mert hogyha folyamatos lenne a répázás, akkor a csacsi folyamatosan hozna hullát. És ha a csacsi folyamatosan hoz hullát, akkor a graveyardomat is tudnám folyamat fejleszteni. És az jó lenne. Hát igen, de ugye azt vettük észre, vagy azt vettem én észre, hogy nem ad mindig annyi magot vissza, mint amennyit el kell ültetni. Tehát, hogy ez a része biztosan nem
teljesen folyamatos. Ez csak trágya kérdése? Akkor viszont ha az trágya kérdése, akkor viszont a farmingból ki kellene szedni a fertilizeres részt. A simple, meg a komplex fertilizert. Ahhoz viszont akkor csak kő kellene. Tehát, hogyha hordok haza követ, és csinálok belőle sírköveket, akkor az működik. De munkaerő kölcsönzés létezik a játékban, mert lehet csinálni elméletileg zombikat. Várjatok, ebből van egy pár már ott, most akkor csináljunk ilyet is. Talán egy 5 vagy 6 van már ott. Véletlen van még két szint trágyából. Jó, akkor megpróbálom azt, hogy unlockolom azt a trágyás dolgot, és megnézzük, hogy, hogy az még ott nekünk mit ad. Vissza is alakítom, mert kell a hely. Jó, tehát most van technológiából 31 pontom, még majd kell egy pár. Tehát akkor a sima trágyát unlockoljuk. Nézzük meg, hogy akkor azt a trágyát hol tudom csinálni. Leszedem a izét, a répát, meg ezeket, és akkor gyorsan kirakom azokat a magokat, amik jöttek. Tehát jött 15 répa, 15 waste. Itt van a búza. Itt van a wheat mag. Aha, carrot seedból jött 5. Ból. Oké, okay. Rendben. Tehát most nem ültetem vissza, mert lehet, hogy van valami trágy. Compost heap, track, garden with empty garden. Jó. Mit lehet itt csinálni? Mert itt még mindig csak ezt tudom belerakni. Oké, okay. A trágyát azt nem látom itt. Várjál, trágya... Az lehet, hogy... Lehet, hogy nem is innen fog jönni. Kicsi Channel, köszi, köszi! Köszönöm a rédet. Lehet, hogy az templom. A trágya lehet, hogy templomból jön, mármint így az alkemi területről. Ezt mindjárt lecsekkoljuk. Nézzük csak, tehát itt van ilyen handcraftos dolog. Itt van ez, várjál, ink, pen and paper, pigskin, hemp. Aha, itt van. Jó, tehát ahhoz kell nekem, aha, energy elixir és growth enhancer. Aha, quality fertilizer és boost fertilizer. Oké, tehát az biztos, hogy innen jön. Arra kell rájönnöm, hogy ezeket, azt mondja, hogy zombi alchemy workbench és alchemy workbench. Ez desk, ez pedig a study desk. Oké. Ez a hand mixer, és ez a church workbench. Tehát akkor meg kellene építenem az alchemy workbench-et. Hand mixer van, itt van. Alchemy workbench és alchemy millem nincs. Meg alchemy rekkem sincs. Jó, oké, figyeljetek! Most jön a templom alsó részének pimpelése. És menjünk sorba. Alchemy workbenchhez 6-3-2. Viszont ez advanced
konikál flaska, ami szintén működhet. Az alchemy mill is működhet, mert polished brickstone-t is tudok csinálni. Ilyet viszont azt hiszem wooden beam-et még nem. Jó. Első körbe akkor csinálnom kell, az a baj, hogy szerintem én csak ezt a conical flask-et tudom csinálni. És az advanced conical flask-et még nem. Ahhoz kellene furnace 2. De várjál, furnace 2-m van. Jó. Akkor tudom, hogy mi kell most nekünk. Most el kell mennem, és szereznem kell grafitot. A grafitból fogok tudni csinálni steel. Igen, innen indul be majd most a komplikáció. Azt mondtátok, hogy ezen az oldalán van eldugva. Tehát itt vagyok most a vízesés túloldalán. És itt azt mondjátok, hogy valahol már elérhető nekem grafit. Ezt ki kell nyitnom hozzá szerintem. Tehát kell 10 darab olyan fa, meg 2 plank. Jó. Mennem kell vissza haza? A mai napot még tudjuk skippelni, mert vigyük haza fát. A mai napot még tudom skippelni, viszont holnap Snake-kel kell beszélni. Lehet, hogy van otthon már olyan. De most már inkább hazaviszem ezt a két fát pluszba. Tetszik ennek a játéknak az összetettsége. Jó. Na tehát, kell nekem ilyenből 2 kellett, skacok? Nem nagyon lesz helyem. Tedd le a koponyát. A koponyát mostantól kezdve soha nem vagyok hajlandó letenni, mert tudja, hogy akkor fog kelleni. Ezeket viszont ki kellett volna tennem már. Mindegy, kirakjuk a wood sticket. Jó, a fa feldolgozónál nem itt, hanem itt, nem itt, hanem itt. Itt ebből kell 10, az biztos. Jó, ez tuti, hogy kellett, és kell ilyen is. Wooden plank, de a wooden plankből mennyi kellett, skacok? 2? Ennyi volt ott, basszus, nem emlékszem. 2 vagy 4? Kettő, köszi. Itt akkor nálam van 10-2, és akkor még volt Simple Iron Part. És a Simple Iron Partból, nem tudom, abból is 6 kellett, vagy 4, valami ilyesmi. Maszi biztos emlékszik rá, őt megvárjuk. Jelentem, megérkezett a póló, és már is imádom. Lehet, miután felpróbáltam, nem is volt kemdem visszavenni a másik. Örülök, Bogi, örülök. Csak a fára emlékszel. Semmi gond. Akkor vigyünk magunkkal
Vigyünk magunkkal többet. Abból baj nem lehet. Jó, aludni akar a karakterem. De én nem. Na jó, de. És ráadásul, ha alszom, akkor elő fog jönni szerintem lassan Snake is. Most szépen átmegyünk az estébe, kipihenjük magunkat, szerzünk grafitot onnan föntről, és másnap reggel fantasztikusan beszélgetni fogunk Snake-kel. Adunk neki 2 darab coint. Adunk neki 2 darab coint, és hogyha az megvan, akkor utána meggyőzzük a Faith-tel is. Jó. De még gyorsan beugrok kirakni ezt a 2 darab cuccot. Tudod mit? Meg lerakom ide ezeket. Tudom, hogy ez nem ide való. De kellett a hely. Úgy látszik, ez ma ilyen költekezős nap. Megújult másik 2 helyen szubon, meg még levont az Epidemic Sound is a havi díjat. Jó! Jó, itt vannak kövek, hogyha majd nagyon kell. Na nézzük, kinyitom ezt a részt, és akkor nagy valószínűséggel itt lesz, amit mondtatok, hogy a grafit elérhetővé válik. 4 kellett egyébként. Szuper! Na nézzük, mit nyertünk. Először meg átnézem a bal oldalt. Fák. Remélem valami gigantó terület nyílt meg. Forest near the river. Tehát, hogy valahol ezt. Ugye itt jöttem át. Aha. És ott a refugee campnél lesz egy átkelési. Oké. Jó, ezzel majdnem megvan a széle. Ott is csak fák van. Itt egy bodega. Ezzel a bodegával semmit nem tudok interaktálni. Hopp. Ez itt szerintem sima. Nem, ez fém! Oh, yes! Oké, megvan a fém. Craft! Stone deposit? Ó, bazd meg, ehhez kellett volna 4 ilyen. Oké, Build a marble quarry. Oké. Hogy itt is tudok aludni? Hát egy második spot, ahol... Oké. Na hát ez menő. Mit tudok ide építeni? Ide kell hoznom mindenféle alapanyagot. Stone stockpile, stone cutter, iron ore stockpile, aha, lantern network, és Place for Lantern. Ez most mi volt? Wooden Lantern, Lantern és Torch. Wow. Oké. És itt is van egy... Aha! Úristen, mennyi mindent kell csinálni ebbe a játékba. És itt egy bánya. The mine is full of toxic gases, but only could find someone who doesn't need to breed. Ide kell küldeni a zombikat, hogy ássanak. Jó, ez jónak tűnik.
menő. Tehát ez a query, ahonnan követ és fémet tudok szerezni. Csak kellene valaki, akinek nem szükséges levegőt vennie. Ergo halott. Tehát zombi. Jó, itt jöttem föl, tehát akkor most marad a jobb oldal átnézése. Menő. Tehát ezt innen lehet. Oké, itt homokos part van. Berry. És itt van az átkelési lehetőség a Refugee Parkhoz. És ez? Jaj, ez fa. Nem ezt akartam kivágni, na mindegy. Aha, és innen jön a grafit. Ja nem, ez kól, bocsánat, ez kól. Ami amúgy nem is baj, mert azzal meg égetni lehet otthon jobban, mint a fával. Nem felejtettem el, tudom, hogy zöld nap van és sietnem kellene haza. Egy kis kólt akarok még szedni. Van 153 kól. Az már több mint 200. Jó. A kolt azt megtaláltam. Jó, ennyi. Szaladjunk haza, mert beszélnünk kell Snake-kel. Hú, ma is nagyon sok... Nem tudok ennyi mindent fejben tartani. Olyan embereknek jó, akinek nagyon jó a memóriája ez a játék. És még azt hittem, hogy a Stardew Valley-ben van nagyon sok minden. Abban is nagyon sok minden van, de ott amondó vagyok, hogy egy picit easy a progress, mert nem egyszerre tol a nyakadba ilyen mennyiségű infót és lehetőséget. Ott egy kicsit korlátozottabb vagy. Itt meg úgy érzem, hogy mindent rád zúdít, nagyjából mindent az elején, és egyszerűen annyi dologgal kell foglalkozni, hogy őrület. Jó, itt most szépen kiveszem magamhoz az ötöt, meg a fake coint. És bízunk benne, hogy valahol itt lesz Snake. Nincs itt! Zöld nap van! Haló! Mi az, hogy majd jön? De hó! Éjjel érkezem. Jó, azt mondjátok, hogy éjjel jön. Jó. Semmi gond, akkor még van egy kis időnk. Akkor azt fogom csinálni, hogy ebbe én most kegyetlenül belevágom, itt van a kor. Figyelj, hallod? Végtelene mennyiségű izé lesz így. Figyelj, belerakok 200 kolt, az 3600 fuel. Igen, viszont a grafit még mindig nem elérhető, bakker. Igen, látjátok, a Conical Flask. Még egyelőre csak a Conical Flask az, ami elérhető, és nem az Advanced Conical Flask. Oké, most már elméletileg éjjel van. Hallgatlak titeket, srácok, tehát kurvára nincs itt. Grafit az craftolható. Kell még nekem egy part.
Érdemes megnézni, hogy mit árul a kocsmáros. Aha, azt mondjátok, hogy ott van valami, ami nekem kellene. Na, itt vagy. De neki itt kellene lennie. Mindegy, brewing standet csináljunk. 3x3-as. Tehát 2 elfér egymás mellé. Na. Víz. Hops. És wheat. És ebbe is kell fuel. Ja, a fuel az innentől kezdve nem issue. Oké. Okay. Tehát bort. Bort? Sört. Sört tudok itt készíteni. A kígyó, kígyó. Ott van, megjött, megjött, megjött! Először adjuk neki a coint. Yes, we are in love. Nem, csak most találkoztunk. Na, meggyőzlek, gyere! You appear useless, but also harmless. Help me open this gate. I have the instructions, and apparently I need a key. My lockpicks won't work. Bring me the key, and we will talk. Make one or find it. I don't care. Készíthetek is kulcsot. Aha, megkaptam az instrukciókat a kulcshoz. You need to use a keeper's key with this instruction at the study table. Aha, tehát akkor jó, ezzel is megvagyunk. Jó. Oké. Rendicek. Akkor csináljuk azt, hogy komplex iron partot, nailed, wooden planket, fitchet, és még egy-két átalakítós dolgot, jó, kirakom a koponyát, de nagyon meg fogom bánni, kirakom a kulcsot, ezt a fát, ezt is. Szóval nagyon meg fogom ezt még bánni, már most érzem, de nem baj. Próbálok magammal vinni olyan dolgokat, amivel tudok építeni ott fönt a query-nél. Legyen mondjuk, mit tudom én, vigyük magunkkal 20 nailt. Oké. Okay. Vigyünk magunkkal még mondjuk 20 darab simple partot. Nem kell, hagyjad, Connor, inkább magamhoz veszek csomó mindent, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk ott építeni. Vigyünk komplex iron partból is mondjuk egy 15-öt. Jó. Akkor fa, ilyet mindenképpen vigyünk, egy 30-at. De az asztrológushoz koponya kell, de az asztrológus az kék nap. És most piros nap van, majd holnap lesz kék napunk. Jó. Csinálunk, ezt még átalakítom Ficsi, mert fönt pedig csinálunk ezekből planket. Szóval, ezekkel a sizelekkel most nem foglalkozunk, ez wooden plank. Van nálam 43 ilyen, úgyhogy csináljunk belőle
13-at. Kiraktam az összes kérges deszkát? Ó, tényleg, mert nem egyet rakott ki, hanem 31-et. Kösz, hogy szóltál, azt még vissza kell vennünk magunkhoz. Arra rákattintottam, hogy egyet rakja ki, akkor kirakta az összeset. Jó, és akkor négyessel megkajálunk. Jó, most elméletileg lesz nálam minden, amilyen alapépítési mati. Tehát, ha minden igaz, mindjárt benézünk ide. Nem, itt nincs talán semmi olyan, ami kellhet. Viszont felszerelkeztem csomó mindennel, úgyhogy menjünk át. Elméletileg van egy átkelő hely itt a refugee campnél, úgyhogy mehetek úgy is, hogy fölfele. Mi történik, hogyha a karakterem elájul? Mert azt még nem sikerült összehozni. Lehet, hogy haza teleportál. Várjál. Azért van, amit mindenképpen begyűjtünk a méhek miatt. Majd jobban lesz. Akkor jó. Ez nem adott most mézet. Na nézzük, mázlink lesz másodjára is. Nem. És akkor, ha minden igaz, ennek a bal szélén, hogyha kimegyek, hallod, mekkora fa ez? Te jó ég. Valahol itt van az átkelő. Nagyon jó. És akkor, ha ott átkeltem, akkor még fölfele kell menni és balra. Lantern Networkhöz. Hát... Ja, elég sok minden kell ahhoz szerintem. Na nézzük, hogy mi az, amit tudok csinálni. Az biztos, hogy tudunk csinálni Iron Ore Stockpile-t. Ami úgy érzem, hogy igazság szerint ott teljesen jó. Vagy lehet, hogy ide kell... Tegyük ide. Jó, Iron Ore Stockpile-om lesz. Stone Stockpile, az már viszont kevesebb helyet foglal, és az R betűvel sem lehet forgatni. És ennyi a helyem. Ha jó, akkor ezt mindjárt kitaláljuk, hogy hogy lesz jó. Stone Cutter. Jó. Place for Lantern. És akkor itt elméletileg ennyi? Jó, akkor ezeket most építsük meg. Jó, tehát most már itt tudok követ vágni. Követ raktározni. És iront raktározni. Jó, ezt adta a crafting asztal. Kellene egy doboz is. Abból odaépítünk kettőt. És a place for lantern, azt pedig már megépítettem. Jó. Most már van ládám, igen. Jó, tehát van két láda. Fa tárolót ide nem lehet tenni. Ezt viszont tudom ide tenni, ugye? Így van, nagyon jó. És akkor itt még volt építendő dolog. Krap.
Ja! Ó, oké. Itt... itt becserélek Matit. Az más. Az más. Tehát, hogy itt... itt négy darab olyan fából ad nekem kettő követ. Itt ugye iron-t szedek ki. Ez jó, mert ezzel megoldódott az iron problémám. Itt a követ tudom viszont csak feldolgozni. Tehát ide nem tudok építeni furnace-t. Hogy itt ki is égessem. És ami a leginkább fáj, hogy itt nem tudok fát feldolgozni, tehát fát azt mindig ide kell hordanom. Ékért cserébe kő, igen, igen, nem rossz, nem rossz átváltás. Ami sokkal jobban fáj nekem az, hogy most itt ezt, mert ezt ugye meg kell tehát ide még kell hoznom 6 darab flitch-et. Jó is lesz, mert akkor itt igazából megépítettem ezeket a dolgokat, tehát hogyha hazamegyek, alszom, kék nap lesz, asztrológushoz elvisszük a koponyát, és akkor flitch-et hozok még ide át, hogy a marble quarry-t megcsinálhassam. Nem adott izét. Másnap lila nap van, ugye a lila nap az prédikálós nap. Furcsa, ilyen sokféle helyen lehet építgetni. Chiller rendszerrel el lehet vajon vinni a bányából a cuccot a házig? Nem tudom, hogy van egy chiller rendszer, mert olyat még nem láttunk. Oké, okay, asztrológus koponya. Csapot papot ott hagyunk azért, hogy azt a koponyát elvigyük az asztrológusnak. Már van két sörfőző. Ez még nem üzemelnek, de van. Szaladjál, barátom, szaladjál! Nem késhetjük mele megint az asztrológust. De most nem menekül az öreg úr. Majd visszafele almázok. Ott is van. Na gyere ide! Ott van a koponya. Nagyon jó. A perfect gift. Így van, a anatómiai ismereteim tökéletesek. Na mit akarok tőle? Kell a segítséged, szükségem van... Oké. Portál. Még portál is lesz. Mi történt azzal az emberrel, aki az elődöm volt? Eltűnt. Oké,
Oké. Okay. Gary volt a neve? De valamilyen portált fogunk aktiválni. Ó, most kapok tőle egy kulcsot? Oké, add ide a kulcsot. Add ide a kulcsot, én tudom mi a dolgom. Ez az. Nagyon jó, megvan a keeper key, megvan hozzá az instrukció, ki tudjuk nyitni a izét, a kaput. Na most barátom. Ahhoz, hogy a vámpírokról beszélgessek vele, 40-es szerelem kell. Hát ez kurva jó. Oké. Jézusom! Hallod, milyen drága itt az a cucc? Szopat! Egy ezüstöm van, és egy ezüst 50-be kerül a tinta. Meg kettő ezüstbe kerül a softcover. Jézusom. Na várj, hogyha az annyiba kerül, akkor gondolom annyira is lehet eladni. Ergo, abból lehetne pénzt csinálni. Ami már is nem hangzik annyira rosszul. Lehet, hogy megvan a big money. Hogy lehet elvenni tőle? Igen, mert írjátok, hogy két aranya van, de hogy lopom el tőle? Nem tudom lekardozni az öreget. Új, de ha le lehetne, akkor már sokkal több pénzem lenne. Kellene ott valami tolvajlás képesség. Ebben a játékban nem nagyon vásárolunk. Hát... De úgy eladni sem nagyon adunk el. Össze kellene szednem kettő ezüstöt arra a teleport stone-ra. Az egy jó befektetés lenne. Jó, na várjál, hol van az a cucc? Valahol kiraktam. Valahol kiraktam. De nem itt. Itt raktam ki. Tehát elméletileg ezzel... Keepers key... Aha, el kell mennem egy study table-höz. Kellett a fönti részhez, az biztos. Most van ám 12. Nem szabad venni benne? Hogy itt mindent magunknak kell csinálni. Jó, ugye most egy ilyen hosszú távú projekten vagyunk, ugye, hogy a fertilizereket megfelelő módon tudjam használni, ahhoz, hogy jó legyen a répázós megoldásunk. Azt mondja, hogy study table. Raktam ki. De van még valahol kettő. Ó, itt, jobbra. Pont kettő maradt. Aktív key, keepers key. Oké. Yes, that's very good.
Mi van nálam? Nálam vannak a kulcsok. Ezek a kulcsok kellenek Snake-nek. Jó, de nálam van a alapanyag is ahhoz, hogy a Marble Quarry-t megépítsem. Ja, én is kezdek éhes lenni, skacok. Most már így 3-4-1-kor. Nagyon örülök neki, akkor most meg lesz a Marble Quarry, akkor ott fönt már igazság szerint követ, Iront, Colt, és akkor ezek szerint Marble-t fogunk tudni magunknak csinálni. Még egyelőre nincsen külső munkaerő, ki dolgozna nekünk. Tehát itt én tudom megoldani magamnak a dolgokat. Na nézzük, hogy mit csinál ez a Marble Quarry. Hú, mennyi energia, bakker. Oké. Okay. Nagyon sok pontot kaptam. Marble Craft. Aha, ezt is ékért cserébe. Na nézzük. És ebből lett 2 darab marble. Na most ezt hova rakom? Aha, a stone-ra teszi rá. A stone-ra teszi rá, de mit tudok belőle csinálni? Ja, várj, azt nem itt kellene, hanem itt. Itt még nem csinálok belőle semmit. Tudok hazavinni fémet. Most itt vagy fejleszteni kell valamit, vagy fene tudja. Oké. Most itt ezzel annyira nem lettem okosabb. Biztos, hogy kellene valamit művelni itt, mert ugye innen haza kell tudni, tehát hogy oda le kell tudni küldeni valakit. Tehát kell nekem, hogy legyen egy zombim. Itt ami előre lépés tud még lenni, az a lanternes dolog. Sima lantern tudok csinálni, mert ilyen... Tehát ezek közül minden elérhető nekem. Tehát az üveg is, a simple és a izépár. Ez még nem, mert ugye ehhez kellene az a cirkulár szó. De hogyha meg az elérhetővé válik, akkor megint kurva sok minden válik elérhetővé. Jó, lila nap van, úgyhogy menni kell prédikálni. Biztos, hogy fejlesztés lesz persze, tehát az egyértelmű, hogy... Jó, megint valami technológiára van szükségem. Csak megint attól félek, hogy... Nem tudok ennyi mindent fejben tartani. Az, hogy melyik helyen mi kell, meg milyen mati kell hozzá. Too much info, így túl csordul az agyam. Azért nem, mert az egy level 1-es stone cutter. Abszolút, abszolút, csak ugye oda föntre nem engedi upgrade-elni. Nem dobta be az upgrade lehetőséget. Nem jöttek méhek. B-Bucks. Dars the Bishop! Smack the Bishop! Ez a zene az zseniális volt. A kék pöttyből viszont úgy gondolom, srácok... Nem? A kék pöttyből úgy gondolom, hogy a... az anatómiai dolgokat kellene följebb fejleszteni, mert szerintem azután tudom
ha azt fölfejlesztem, szerintem azután tudok csak... csak a zombikból... hát, hogy zombikat csinálni. Hogy fejleszteni kellett volna a templomomat? Vagy azt majd csak azután fejleszti, hogy a build permitet összeszedtem? Mert ugye itt... tehát, hogy... stained glass window. Na, várjatok. Azt mondtuk, hogy itt lent kellene építenem alchemy workbench-et. De ahhoz meg kellene szereznem alchemy mill-t, azt tudok csinálni. Abban az esetben, hogyha csinálok 2 darab ilyen polished brickstone-t. Nézzük akkor technológiát. Tehát szerintem az anatómia és az alchemybe kellene tovább menni. Tehát itt van ilyen, hogy embleming table. Az meg az advanced alchemy. Szerintem ebbe az irányba megyünk el, nézzétek csak. Hey. Azt miért nem? Ja, mert kell hozzá előtte ehhez. Francba. És most már nincsen 50 zöld pöttyöm. Na, arra se számítottam, hogy a zöld pöttyöm el fog fogyni. Hard choices. Ez zöldet ad? Igen. Ezt akkor... favágási zon. Nagyon sok mindent kell csinálni. Viszont rájöttem, hogy egyszerűbb, hogyha itt fönt rakom ki a faith-t, meg ezt is, mert innen veszem ki úgyis előbb. Jó. Most viszont már van 2 ezüstöm. Mondjuk holnap reggel amúgy is kell mennem a csajhoz, és akkor elmegyünk a... tavernába. Mert a tavernába meg akkor tudunk... meg tudjuk nézni, amit már tanácsoltatok szintén, hogy mit árul az emberke. Ott megveszük tőle a teleport stone-t, meg még valamit. Ahogyha van valami izgalmas nála. Nem még valami, amit tudok kraftolni? Gombát nem nagyon szedtünk, horgászni nem horgáztam. Hát igazság szerint ezekből csinálhatnánk kaját. És lehet, hogy a kaját tudnám egész jól eladni. Ugye a répát azt nem használ... micsoda köd van? A répát azt nem akarom elhasználni, viszont kiveszem és rakok be 10-et a csacsinak, hogy hozzon egy új hullát. Hozni fog egy új hullát, amivel majd akkor kezdünk, amit kezdünk.
És ugye itt most nem ültettem, mert azt hittem, hogy hamarabb válik elérhetővé a... De nem baj, most elültetem ezeket. Ennyi. A gyűjtögetésből jön zöld pötty, úgyhogy az igazából rendben van. Miért nem veszi fel a gombát? Haló? Azért. Ütögetésből jön zöld pötty, favágásból jön zöld pötty, most pedig akkor menjünk a városba. Igen, itt látom, hogy miről beszélgettek srácok a cseten, hogy valószínűleg én túl sok mindent fedeztem föl túl hamar a játékba, és ezáltal egy kicsit ilyen keszekuszává vált a dolog, hogy nem mindig tudom eldönteni, hogy most akkor mivel foglalkozzak. Valahogy szűkíteni kell azt, amire fókuszálunk. És azzal fogjuk belassítani a progresszt, mert így most nagyon durván sok minden van. Na, azt mondottátok, amúgy ővele beszélnünk kell. Tell me about Snake, plusz 10 pont. Task completed, kaptam ebből egy sztorit. Most adjak Snake-nek real money-t. És bring back the necklace from the snake. Aha. Nagyon jó. Remélem nekem kell visszavásárolnom tőle. Jó, és tőled... Még akkor megvesszük ezt. Remélem ez egy permanens dolog. Aha, és hát nem túl sokért tudom ezt eladni neki. Miket árul még? Kajákat, ahogy látom, de ilyeneket nem veszünk tőle. Itt is kaja van, itt is kaja van. Nem, ilyeneket nem veszünk tőle. A kő az... Egyszer próbáljuk ki. Ó! Hát de sokkal több minden van, mint én azt gondoltam. I see. Na ez. Ez az, amire azt mondom, hogy menő. Hát így már aztán tudunk közlekedni a világgal. Mondjátok, hogy CD van rajta, de hát ez nagyon sokat segít. Ez le génial. Hogy vagyunk? Mi nem látom a pontjaimat? 12. De jó. Hát, hogyha hozok haza. Jó, figyeljetek. Csináljuk azt, hogy... hogy elviszek magammal... sok-sok cuccot. És rettenetes mennyiségű követ hazahozok. Követ, meg adott esetben mondjuk Iront. De ahhoz az kell, hogy kiürítsem az inventorimat. Kiürítsem az inventorimat, és átmegyünk oda a Quarryhez, és azt fogom csinálni, hogy hazahozok onnan nagyon sok, mert hogyha nagyon sok követ hazahozok, akkor abból meg tudjuk azt csinálni, hogy bazisok, de tényleg bazisok, kék pontot lefarmolunk azzal, hogy gyártok ilyen sírköveket, majd visszaalakítom azokat.
Ja. És ahhoz kell vinnem magammal almát, hogy az energyt tudjam visszapumpolni. Kell ugye ilyet vinnem magammal, ahhoz, hogy kiszedhessem azt a követ. Mit szóltok hozzá? Ez jó ötletnek tűnik? Nem fogok tudni azonnal nagyon sok mindent megnyitni, mert ugye zöld pontom most nincs. Tehát azt is gyűjteni kell. De legalább betankolunk kék pontokból. Most ez megnyílt. Azt mondja, prayer for repose. 20-tól 50-ig needed to guarantee a successful ceremony advertising. All deceased are welcome in your graveyard. A ceremonia money az plusz 25-75% ceremony faith 1-3. 20 needed to guarantee a successful ceremony. Ha? És ezért most megnyílt nekem mortuary rack és az embleming table. Preparation table, double pellet. Fridge pellet és embleming table 2. Ott lesz egy nagy surgery. Master of Alchemy. This liquid can be applied to a body on the embleming table to modify its characteristics. Okay. Ez blue. Oh. Hát így lehet majd változtatni a hulláknak a statjait. Oké, ez menő. Jó, ezt visszük magunkkal, meg még veszek magamhoz kaját. Ja, így tudom a minőségét buffolni, bizonyám. Na várjatok, ezt magamhoz veszem. Sőt, nem, a bogyókat veszem magamhoz, ezt... Mindegy, ezt is megehetjük. Jó. Érdekes, érdekes. Van egy olyan érzésem, hogy amilyen mechaniká... Azt ugye ti... Ó, megjött a hulla. Hogy amilyen, ahogy azt ti is mondtátok, hogy biztos, hogy van már most olyan mechanika, amit úgy csinálok, hogy nem kéne. Tehát vagy nem nekem kéne. Tehát, hogy már kellene tudnom azt, hogy legyenek zombiaim. Na nézzük, tehát itt egy hulla. Nagyon rossz hulla. Ha kiveszem a vérit, az jó. Igen. Az a baj, hogyha leveszem a bőrét, az viszont nagyon nem jó. De a bőre az meg kellene. Jó, na most figyeljetek, próbáljunk megcsinálni egy nagyon jó hullát. Buffolás nélkül. Segítsetek nekem. Hogy tüntessem el azt a kettő pirosat, úgy, hogy megmaradjanak a fehérek. Szerszámaim ramatja állapotban? Ez amúgy jó kérdés, nem néztem meg. A zsírt szedjem ki? Jó. Egyet tudok még a zsírral. Nagyon jó. Mást akkor nem, ugye? Zsír és a belsőség. Ezt még lehetne? Én hiszek neked, Bala, de nagyon-nagyon-nagyon rossz lesz, hogyha nem úgy van. Ez nem siker. Ez egy kibaszott nagy fail. Ez milyen siker? Hol láttok ti sikert?
Semmiféle siker nem volt ebben. Jó. Viszont nincs... Ó, oh, van nálam minden, király. Csodálatos vagy. Csodálatos, már 40-es. Azért az nem gyenge. Piros, piros virágot is hozhatunk, és akkor tudunk még dekorálni. Na, hát ez... Ez zsír. Jó, fogjuk meg akkor a sztorit, a papírt, a fécet nem, de ezt igen. A Burial Certificate-ből már akkor van itt leadva 2, ezt majd el tudjuk adni az innkeepernek, hogyha arról szól a történet. Jó. Még kirakjuk ezeket a bősőségeket, meg a szárnyat. Meg a sztorit. A sztorikat is így gyűjtögem. Ha, van egy arany sztorim. Jó, meg kirakjuk a papírt is. Oké, és akkor mehetünk oda, ahova már amúgy is akartam menni. Ja, ilyenkor szeretem azt a kommentet, hogy ja, de hát még nincsen meg neked a legutolsó talent, a nem tudom én miből, azért nem sikerült. Mindegy. Igen, mert az egyébként nehéz, hogy ha valaki játszik egy játékkal, és mondjuk már régóta, és csomó minden unlockolva van, nyilván, hogyha jó szándék vezérli, és akar segíteni, de nem mindig gondol bele abba, hogy egy kezdőjátékos nem ugyanazokat a dolgokat éri el ugyanazzal a metódussal, mint mondjuk ő, de nem gondol arra, hogy ja, nekem már unlockolva van ez és ez és ez, azért működik, szóval ez benne van a pakliba. Na jó, először is hozzunk innen sok követ. Rakattam volna az meg közelebb ezt a kőtárolót. Na mindegy.